kapcsolatokat távol levők között. Titokzatos új tervező emberpótló gépezetet. Zajból csendet a muzsikus, költő papírból költemény. De csak az ember épít életből életet. Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és hogy neveli a jövendő generációt. Füst Milán. Betűket adott nékünk, s számokat. És mi úgy éreztük, gazdagok vagyunk. Micsoda öröm volt, hogy olvasunk, és olvastunk sokat. Adott alottő szép mámorokat. Büszkén éreztük, lázas az agyunk. Minden dologra van pontos szavunk. És a legfőbb kincsünk lett a gondolat. A katedrán állt ő, és csak adott. Hogy is feledhetnénk a mosolyát? Tőlünk gyakran csak csintevést kapott. Bolondok háza, lármás iskolát. Előtte most horgasztott fővel állunk, zavartan nézve néhány szál virágunk. Az a megtisztelő feladat, hogy az iskola mellett működő szülői szövetség nevében most itt állhatok, és köszönhetem Önöket, és megköszönhetem mindazt, amit gyermekeinkért tettek, és tesznek nap mint nap. Minden szülő nevében megköszönöm Önöknek, hogy vannak. Hogy hivatásukká csemeték tanítását, nevelését választották, ami nem könnyű, sőt sokszor embert, egészséget is próbáló feladat. Köszönjük Önöknek, hogy hosszú évek óta gyermekeinkért dolgoznak, fáradhatatlanul, lelkesedéssel, lendülettel, kitartással, és mindezt közös erővel teszik, támogatják és segítik is egymást. Minden igyekezetükkel azon vannak, hogy családias hangulatban, a hagyományok tisztelete és ápolása mellett okos, életre való, tehetséges gyermekeket bocsáthassanak útjukra, akikre büszkék vagyunk. És lehetünk a jövőben is, mert megtalálják a helyüket az életben. Köszönjük, hogy gyermekeinket egyéniségként tisztelik és szeretik. Észreveszik és odafigyelnek a tehetségükre, és építik azt. Mert minden gyermek úgy, ahogy van, azokkal a tulajdonságokkal és képességekkel lesznek képesek végigvinni életfeladatukat. Persze sok csiszolással. Köszönjük, hogy minden körülmények között kitartanak. És a néha hiányzó feltételeket kreativitásukkal pótolják, és a lehető legtöbbet próbálják kihozni magukból is, és a gyermekeinkből is, sok-sok türelemmel. Köszönjük, hogy velünk szülőkkel szövetségben közösen tehetünk gyermekeink jelenéért és jövőjéért. Köszönjük óvónéniknek, napközis tanítónéniknek is a türelmes munkát, hogy sokszor a sípszó ellenére is mosolyogva, szeretettel nevelik és tanítgatják a kicsiket, mintha sajátjaik lennének. Köszönjük a takarítónéniknek is a türelmes munkát, és a gyerkőceink után talán többet takarítanak, mint kellene, de a szülők és a gyerekek mentségére legyen, hogy ennek nem a neveletlenség az oka, hanem talán még kevés idejük volt megtanulni a tiszteletet és a rendet. Köszönjük a szakácsnéniknek a sok finom ebédet, az ételbe belefőzött szeretetüket, amit a visszavitt üres tányérokkal lehet igazán megköszönni. A néha tányéron maradt ételbe talán több szabály és előírás főtt bele. Köszönet Norbi bácsinak és Katrin néninek a munkájukért, a segítőkészségükért, akikhez bátran fordulhat mindenki, mindig készek segíteni. És végül, de nem utolsó sorban köszönet Zsolt atyának, hogy mindezt a munkát isteni lelkülettel színesíti. Munkájával arra emlékeztet,
hogy mindig van kitől tanácsot kérni, és mindig van kinek hálát adni. Minden szülő nevében kívánok Önöknek jó egészséget, türelmet, kitartást, sok aranyos, nyitott és tehetséges gyermeket. Kívánom, hogy mindig megtalálják a gyermekek szívéhez és értelméhez vezető utat. Hogy mindig legyen eszközük, amivel felkeltik a tudás iránti kíváncsiságukat. És mindig kölcsönös tisztelet és békés hangulat legyen Önök között. Sok sikert a további munkájukban, és boldog tanítónapot kívánok! Ma ünnepelni és köszönteni jöttünk. Megilletődve állunk azokkal szemben, akiktől sokat kaptunk. Sokat kaptunk, de mi keveset adtunk. Keveset adtunk nekik, azoknak, akik mindannyiunkat megismertettek a széppel és a jóval. Bevezettek bennünket a betűk és számok világába, hozzásegítettek türelmükkel, megértésükkel álmaink megvalósításához. Hálás szavakkal beszélünk róluk, kik értelmet nyitogatnak, s vállalják azt, hogy népes családokat neveljenek. Mindig előről kezdik, mire célhoz érnek, újból kell kezdeniük. Mert a repülni tudó fióka kirepül, és jön helyette új, más. Tanítóink, tanáraink évről évre megújítják önmagukat, és akár csak egyetlen tanítványokért is képesek mindent előről kezdeni, határtalan türelemmel. Tudják, mikor kell dicsérni, mikor kell korholni, mikor kell buzdítani, és mikor nem szólni egy szót sem, csak átölelni karral, simogató tekintettel, aggódó szeretettel. A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nem csak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben. És nem csak tudást közvetít, bár ez sem kevés, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész. Életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba. Állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvonság és a tapasztalás közé. Mi kell hozzá mindenek előtt? Mélységes, ellenállhatatlan emberszeretet, törhetetlen bizalom, tehetség és az, hogy emlékezni tudjon saját fiatalságára. Az óvoda mellett működő szülői szövetség nevében szeretettel köszöntöm a tanítókat, tanárokat, óvodapedagógusokat, az oktatási intézmények valamennyi munkatársát pedagógusnap alkalmából. Felemelő, szép hivatás az Önöké. Emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján, kísérve szeretetükkel, nemes feladat. Mindennapjaink legnagyobb kihívása a pozitív példanyújtása. A szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása, a tudásvágy felébresztése, mely leginkább saját életük példáján keresztül talál követendő mintára. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, egy mosoly, őszinte érdeklődés, meghallgatás a gyermekekre egy életre szóló hatást gyakorolhat. Munkájuk gyümölcsét azonban sokszor csak évek múlva látják. Minden nap meg kell felelni az elvárásoknak, elsősorban a saját maguk által felállított mércének, másodszorban a gyerekek, a szülők és a pedagógus társaik elvárásainak. Naponta hitelesnek maradni, érdeklődést fenntartani, tudást átadni, bizonyára embert próbáló feladatok. Manapság nem elég a lexikális tudás, egyéniségnek, jó embernek, kitartónak kell lenni. Bár életünk során a megtanult ismeretek nagy részét rutinszerűen alkalmazzuk, mint az írás, olvasás, összeadás, az információk nagy részét elfelejtjük, de bizonyára minden diáknak van olyan tanára, akire sok év elteltével is szívesen gondol vissza. A remek órákra, kirándulásokra, beszélgetésekre,
tanítója szeretetteljes, iránymutató tanácsaira. Engedjék meg, hogy a szülők nevében kifejezzem köszönetünket és hálánkat. Sok erőt, türelmet, kitartást, jókedvet és örömet kívánok hozzá. Kívánom, hogy ebben a nagyszerű feladatban találják meg mindazt, ami egy sikeres és boldog élethez szükségeltetik. Donászi Magda pedagógus napra. Ma, amikor az egész ország hálás szívvel néz ide, szeretetet, köszönetet vel mindnyájunk kis szíve. Azt a sok jót, amit kaptunk, meghallani mind le. Kérdezgetem a virágot, kérdeztem a levelet. Nem feleltek, de a virág felé mindet vitában. Amit a jó el nem mondhat, a hit van a csár virágban. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves pedagógusok, nem pedagógus alkalmazottak és kedves vendégek! Engedjék meg, hogy úgy a saját nevében, nevemben, mind az önkormányzat nevében megköszönjük az elvégzett munkájukat, és nincs nagyobb öröm egy pedagógus számára és egy nevelő szakember számára, aki nagyon sokat ad az utódainknak, generációinknak, viszont nagyon keveset kér vissza. Egy pedagógus, egy nevelő számára az a legjobb, az a legszebb érzés, amikor valamikor egy idő múltával meglátja volt tanítványait, amikor vezető pozícióban vagy nagyon ügyes szakemberként, munkásként találkozik velük, és visszaemlékeznek arra, hogy ezt mind neki köszönheti. Külön szeretném megköszönni a nyugdíjas pedagógusainknak, hogy elfogadják az önkormányzat meghívását, és az utóbbi időben rendszeresen nagy örömmel látom, hogy szép számban eljönnek. Kívánom nekik, hogy egy jó visszaemlékezés legyen ez a mai nap. A mai napról mindenki csak jó emlékekkel menjen el, és kívánunk a mai naphoz nagyon jó szórakozást, amit majd még a pohár köszöntémmel meg fogom erősíteni. És most megkérnék mindenki jelenlévőt, hogy a nevét, ha beírná az emlékkönyvbe, és átvenne tőlünk az önkormányzat nevében egy szál virágot a mai nap tiszteletére. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és szép napot kívánok mindenkinek.